Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja. Folytassuk tovább, ez pedig Pál, vagyis Saul levele a rómaiakhoz 9. fejezet, mely így kezdődik. Igazságot szólok Mesiákban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot. A Ruach HaKodesh, a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Mesiáktól az én atyám fiaiért, akik rokonaim a test szerint. Kik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás, és az Elohimi tisztelet, és az ígéretek, aki az atyák, és akik közül való test szerint a Mesiák, aki mindeneknek felette örökké áldandó Elohim. Amen. Nézzük meg, hogy miről is beszél pontosan itt Saul, és mi az, amit szeretne közölni velünk, illetve azokkal, akiknek ezt a levelet írta. Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy ezek levelek voltak pusztán, amik bizonyos közösségeknek szóltak, és azoknak a kérdéseire, illetve a problémáira próbált választ adni. Igazságot szólok, mert Siákban nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot, a Ruach HaKodesh által. Nézzük, az igazságról már volt szó számtalanszor, de Tehelim Zsoltárok 33. Segít ebben, mert Jehova szava igaz, minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, Jehova kegyelmével telve a föld, az igazság és a törvény egy és ugyanaz, erről beszél itt. Természetesen Tehelém Zsoltárok 138 megerősíti ezt, Szent templomot felé hajolok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalál a te beszédedet. Ez az, amire később utal Saul, az ő beszéde nyilvánvalóan az igazság, és az ő beszéde nem más, mint azok az instrukciók, melyeket nekünk adott, ez pedig az igazság. És ugye azt erősíti meg, hogy a lélek által cselekszi az ember azokat a dolgokat, melyeket a Mesiák cselekedett, illetve amelyeket neki Jahua adott, azokat a parancsolatokat, melyek megegyeztek mellesleg azzal, ami a kezdet kezdetétől volt. Második verszak. Nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Ki fog derülni a későbbiekben, hogy ő a saját népéért aggódik. Azok számára, akik azt gondolják, hogy itt mindvégig a pogányokról volt szó, mindenféle népekről, azok számára az lehet, hogy csalódást okoz, de ez a helyzet, és ez ki is fog derülni. Ő a saját népért aggódik elsősorban, mint ahogy az összes proféta, az összes apostol, a Mesiák szintén ezért aggódott. Az elsődleges feladat volt Izrael elveszett bárányainak megtalálása. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, akárcsak ugye Mesiák volt, a Mesiáktól az én atyám fiaiért, ugye elszakasztva, az hozzá van adva a szöveghez, akik rokonaim a test szerint. Onnan tudjuk, hogy ő az volt, onnan, hogy Rómaiakhoz 11-es fejezetben le fogja írni, és így szól, mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből. Tehát innen tudjuk, hogy Saul maga egy izraelita volt, és amikor azt mondja, hogy az atyám fiaiért, akik rokonaim a test szerint, akkor azokról beszél, akik izraeliták szintén. 4. versben ezt megerősíti, akik izraeliták, akiké a fiúság, azaz az örökbefogadás, a dicsőség
a szövetségek, a törvényadás és az Elohimi tisztelet és az ígéretek. Ez az a nép, akivel a Teremtő a szövetségét kötötte. Mindenki, aki az ő törvényeik szerint él, részese lehet ennek a szövetségnek, azonban a fizikális nép az, aki a hierarchiában legfelül fog állni. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Semot 19-es fejezetben leírja, 5-ös verstől így kezdődik. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, az ő szövetsége természetesen a törvényei, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt enyéim, mert enyém az egész föld. Amennyiben megtartják a szövetséget, ami nem más, mint az ő szava, az ő beszédei, ami természetesen az igazság és a törvény, akkor ők lesznek majd az ő népe. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Azok, akik irányítják majd ezt a birodalmat, hiszen ők kapják meg az utasításokat a Teremtőtől, és továbbadják a többi népnek. Ők fognak uralkodni. Erről szól majd a királyság. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Úgyhogy egyértelmű, hogy kikről van szó. Az izraelitákról, akik megkapják ezt a fiúságot, a dicsőséget, a szövetséget, a törvényeket, tiszteletet, ígéretet. Az ez az a hely. Emén azért Mózes egybehívá nép véneit, és elejébe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt valanéki Jahua. Ezek az ígék, ezek a beszédek, maga a szövetség. Mikor arról beszél, hogy a törvényadás és a szövetségek, ígéretek, akkor erre utal vissza. A szövetség maga a törvények. Aki nem a törvények szerint él, az nem részese a szövetségnek. Természetesen hit nélkül lehetetlen Jahuát úgymond meggyőzni és örömmel eltölteni, azonban a törvények szerinti élet ugyanolyan fontos ennek ellenére. Hogy a legtöbben foggal körömmel harcolnak azért, hogy ne legyen semmiféle törvény. Úgyhogy erre utal itt Saul, hogy szeretné, ha fölébredne az ő népe, és hogy bármit megtenne azért, hiszen ez az a nép, akinek fel kellene ébredni, és vele együtt majd felébredne az egész világ, mint ahogy az most történik. 5-ös vers. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint, azaz fizikálisan a mesiák, ugye Jahuda, vagyis Júda törzséből, aki mindeneknek felette örökké áldandó Elohim. Amen. Akiké az atyák, ugye a test szerint innen származott a mesiák is, ez második Mózes a szövetség helye, az ígéret helye pedig Bereshit 32-es fejezet, te pedig azt mondottad, jól tévén jól tészek te veled, és a te magadat olyanná tészem, mint a tenger fövenye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt. Természetesen ez az ígéret Ábrahámnak szól, és ez az, amikor ő engedelmesen követte Jahua utasításait, ő pedig ezt az ígéretet tette, melyet megerősít Bereshit 22-es fejezetben, 16-18-ig így szól, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja Jahua, mivel hogy e dolgot cselekedél, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, ez ugye Izsák, akiből majd a családfa úgymond számoltatik tovább, a nemzetség számoltatik tovább, annak ellenére, hogy Ismael már élt, és számtalan más fia is született Ábrahámnak. És hajlandó lett volna feláldozni úgy, hogy erre várt rengeteg ideig, hogy legyen saját gyermeke, akire majd hagyja az örökséget. Hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagai, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Ugyanaz, amit itt ír, papok birodalma, szent nép, ez lesz
ez az ígéret, hogy ők fogják majd uralni a földet. Természetesen Yahuwah vezérletével, a megváltó királyságában, és ők lesznek azok, akik uralják a földet a törvények szerint. Ez az ígéret, valamint az, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez az áldás pedig nem más, mint Yahusha Hamásiák. Az, hogy az ő áldozata által mindenki üdvözül, aki a szövetség szerint él. Ez ugye az ígéretek, amit olvastunk, illetve az atyák, ők közülük való tesz szerint Mesiák, ugye Júda törzséből, aki mindeneknek felett örökké áldandó Elohim. Elohim abban az értelemben, hogy ő a teremtő szava őt képviseli a földön, és egy vele, ugyanúgy, ahogyan valakinek a szava, a gondolatvilága egy azzal az emberrel, ettől függetlenül természetesen Yahuwah az, aki tulajdonképpen a legfelsőbb hatalom, ő egyetlen Elohim. És erről tesz tanú bizonyságot Yahuqanon, többek között 14-es fejezet, 28-as, és hallottátok, hogy én azt mondtam nétek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Úgyhogy amennyiben mindenek felette örökké állandó Elohim, és az ő atya nagyobb nála, ezek a saját szavai, akkor az azt jelenti, hogy ő alá van rendelve neki. Erről tanúskodik számtalan más vers, többek között Yahuqanon 10-es fejezet, mely itt szól, az én atyám, ki adta nékem, nagyobb mindeneknél. Nagyobb mindeneknél, azaz mindenkinél és mindennél nagyobb. Senki sem ragadhatja ki az én atyámnak kezéből. Ennek ellenére azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. A lényeg azonban az, hogy az ő atya nagyobb nála, és az ő atya nagyobb mindeneknél. Úgyhogy az nem lehetséges, hogy a kettő egy és ugyanaz. Az, amikor azt mondja, hogy az én és az atya egy vagyunk, az azt jelenti, ugyanúgy, amikor azt mondja, hogy legyetek ezért ti is egyek, miként én és az atya egy vagyunk, hanem azt jelenti, hogy mindnyájan egy harmóniában éljünk, és mindenki azt mondja, beszélje, cselekedje, amit ő cselekedett, hiszen ő az atya üzenetét hozta. Erről tanúskodik Yahuqanon 17-es fejezet, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Egyrészt a fontos része az, hogy te küldtél engem. Ugye azt jelenti, hogy az atya az, aki irányítja az egész folyamatot. Amennyiben mi egyek lehetünk bennük, az nem azt jelenti, hogy mi is úgymond Elohim vagyunk, vagy pedig Istenek vagyunk. Attól függetlenül a hierarchia megmarad. Mi csak úgy érünk, úgy cselekszünk, ezért egyé válunk velük, és egyé válunk egymással, hogy mindnyáján egyek legyenek. Az egész, úgymond gyülekezet azok, akik ezt az utat járják, egy gondolata legyen, egy tanítás legyen, ugyanúgy, ahogyan ő azt tette annak idején. Ahogyan az atya benne élt a megváltóban, és a megváltó az atyában, ők is legyenek egyek mi bennünk. Azaz az emberek azáltal, hogy úgy élnek, egyek lesznek, így az egész egyé válik a végére. Ettől függetlenül a hierarchia nem tűnik el. Hiszen folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy te küldtél engem, ezután azt mondja, hogy és én azt a dicsőséget, melyet nékem adtál, az atya adja a dicsőséget, tehát ő az, aki a hierarchia legtetején áll. Ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. A kettő nem lehet egy, hogyha az atya küldi, és az adja neki a dicsőséget, akkor a kettő nem egy fizikális értelemben, olyan értelemben egy, ahogyan az emberek egyek lesznek. Nem egy ember lesz, hanem egy csoport, aki azonosan gondolkodik. Aki harmóniában él, erről beszél, mikor arról szól, hogy egy vagyunk. Az egész csoport egyé válik a teremtővel az által, hogy úgy él,
Ahogyan ő parancsolta, azért parancsolta, mert ő így él. 23. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Az atya az, aki küldte, ő, aki a dicsőséget adja, és ő az, aki szereti őt, ezért látszik, hogy a kettő két külön karakter. Egyé válik mindenki azáltal, hogy úgy egységesen él, ez pedig a szeretet, ami összetartja az egészet. A törvény egyenlő a szeretettel, azonban nem arról van szó, hogy a megváltó az az Atya a Földön. Kettő egyértelműen két különböző karakter, és Yahuwah az Atya az, aki a hierarchia legtetején áll, mint egyetlen, úgymond Isten Elohim. Hatos vers, versszak így folytatja. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen Elohim beszéde, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Elohimtől valók. Ugye az, hogy nem lehet, hogy meghiúsult legyen Elohim beszéde, az kiderül Jesiahu Ézsaiás 55-ös fejezetből szintén. 11-es vers, így lesz az én beszédem, mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen vissza, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés az ott, ahová küldöttem. Ugyanúgy, Jehukanon 10-es fejezetben erről beszél, ha azokat Elohimnek mondá, akikhez az Elohim beszéde lőn, és az írás fel nem bontható. Az írás nem bontható fel, ez az, amiről beszél Saul, hogy nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen Elohim beszéde. Érdekes az, ami itt a 10-es fejezetben zajlik, visszatérve arra a kérdésre, hogy vajon a megváltó az a teremtő a Földön. Jehukanon 10-es fejezet így szó, felelne nékik, Jehusa, nincs én megírva a ti törvényetekben, és mondám, Istenek, azaz Elohim, vagy hatalmasságok vagytok. Azaz minket is annak nevez, az embereket is annak nevezi, ugyanúgy, ahogyan azt tette itt Saul, aki mindenek felett örökké áldandó Elohim vagy Isten. Ugyanúgy azt mondja, hogy Istenek vagy Elohim vagytok, ti is, azaz az emberek. Ha azokat Elohimnek mondá, akikhez az Elohim beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok é ti, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világra, káromlás szólsz, mivel, hogy azt mondám, az Elohim fia vagyok. Ugye azt állítja, hogy ha akkor az emberekre azt mondta, akkor miért probléma számukra most az, hogy az, akit az Atya elküldött, és felkent, úgymond, hogy Mesiák legyen, az hogy lehet káromlás, akkor az egyszerű emberekre ezt mondta. Az, hogy egy, az, hogy úgymond Isten, nem azt jelenti, hogy ő a Földön az Atya, vagy pedig a kettő egy és ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy egy harmóniában van vele. Hogy azt cselekszi, amit az mondott. A kettőnek egy a gondolata, egy a cselekedete, egy a beszéde. Ezt jelenti az, hogy egy. Ettől függetlenül megvan a hierarchia, hiszen Jahua kijelenti, hogy egyetlen egy Elohim van, és az ő maga. Mikor azt mondja, hogy és mondám, és az írás fel nem bontható, ekkor Zsoltárok 82-es Tehelim 6-os versre utal, és mondottam, Istenek azaz Elohim vagytok ti és a felségesnek fiai minnyájan. Erre utal, amikor azt mondja, hogy és mondám, Istenek vagytok, azaz Elohim vagytok. Ezt itt mondta Zsoltárokban többek közt. Nyilván mindenki egyetért azzal, hogy nem azt értette itt, hogy mi egy és ugyanaz vagyunk, és ugyanolyan rangban és hatalommal rendelkezünk, mint ő. Egyek vagyunk, hiszen úgy élünk, ahogyan ő azt mondta. Hasonlatos ehhez Beresít második fejezet, 24-es vers, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Természetesen nem lesznek egy testé a valóságban, egy testé lesznek, metaforikusan, így lesz a kettő egy. Ezek után együtt működik, együtt él, és a kettő egymás segítve fogja az életet leélni egy harmóniában, együtt. Ettől függetlenül ugye meghagyta azt, hogy a férfi az, aki vezet, a nő az, aki
a segítője. Ugyanúgy, ahogy az atya elküldi a fiút a népéhez, a népe pedig, mint egy papság, elterjeszti azt a földön. És az egész egyé lesz, hiszen egyet csinál, egyet gondol, egyet beszél, együtt érez. A cselekedeteik teszik őket egyé. Mindenki Elohimmé válhat azáltal, ha úgy él. Ahogyan a férj és a feleség egyé lesz, hiszen együtt dolgozik. Fizikálisan is egy lesz, és utána együtt fog dolgozni. Így érti az, hogy egyé lesz mindenki. És hogy ő egy és egy az atyával. Nem azt jelenti, hogy egy darab, hanem azt jelenti, hogy egy, mint egység. Hatos vers így folytatódik, mert nem minnyáján izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem minnyáján fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik néked a te magod. Ezt olvastuk ugye, amikor az ígéret elhangzott, hogy a nem kimérnéd a fiadat, az egyetlen egyet erre utalt, hiszen Izsák volt az, akiben majd megállapította és megalapította ezt a vonalat a teremtő, ugye Ábrahám, Izsák, Jákob és Izrael. Azaz nem a testnek fiai, az Elohim fiai, ahogy azt olvashattuk, ők mind az Elohim fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Az ígéret pedig Izsák volt az, ezt olvashattuk korábban. Mi volt az ígéret? Mert az ígéretnek beszéde ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Ezt megtárgyaltuk a Yahuwah népe sorozatban, ezt az egész kérdést. Ez volt az, amikor ugye Sára nevetett, és azt mondta, hogy egy 100 éve, hogy ő már elhaladta azt az időt, amikor gyermeke lehetne, Ábrahám pedig már 100 éves, és ez lehetetlen. Nem csak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében Izsáktól, a mi atyánktól. Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hanem Elohimnek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. Megmondatott néki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ugye ez volt maga az ígéret. Nem azért választotta őket, mert ők jobbak voltak, vagy nagyobbak, mint a többi nép, hanem azért, mert ő így döntött. Nem a cselekedetekből, hanem az elhívótól, hanem Elohim választása szerint. Azonban ezt utána cselekedetek követték végig, erről szól az írás. Ezek engedelmesek voltak, ezek az atyák, a Ábrahám, Izsák és Jákob, ezért maradt meg az ígéret számukra. Még megmutatnám itt első Péter, vagy Kefa második fejezet. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez volt az ígéret többek között, amelyről beszél Saul is, kik izraeliták, akiké a fiúság, dicsőség, szövetség, törvényadás, tisztelet, ígéretek. Ez volt az egyike annak az ígéretnek. Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. És azért, hogy hirdessék Elohim, vagyis Yahuwah hatalmas dolgait, aki elhívta őket a világosságra. Ugyanúgy, amit itt megismétel, mégpedig amikor azt mondja, hogy kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. Megmondhatod néki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ekkor hívta el őket, erre utal Péter is a levelében, de ezt olvashattuk korábban, szintén a második Mózesben, hogy egy királyi papság, egy szent nemzet. És ha már a kiválasztásnál tartunk, ami ugye Elohimnek a döntése volt, az Zsoltárok Tehelim 135-ből szintén kiderült, dicsérjétek Yahuwah-t, mert jó Yahuwah, zengétek nevét, mert gyönyörűséges. Ezt mondta ugye Péter, hogy ezért voltak kiválasztva, hogy az ő hatalmas dolgait elterjesztik az egész világon. Mert kiválasztá magának Yahuwah Jákobot, Izraelt a saját örökségéül. És bizony mondom, hogy nagy Yahuwah a mi hatalmasságunk minden Elohim nélkülön. Hiszen ő kiválasztotta magának Jákobot, még akkor, amikor meg sem születtek.
miképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ez volt a kiválasztás. Bereshit 25-ös fejezet 23-as vers, és mondd a Jahua ő neki, két nemzetség van a te méhedben, és két nép válik ki a te belsődből. Ez természetesen ugyanaz, amiről itt szól, ez pedig Jákobnak, mikor megszületik a két gyermeke. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek, a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ez az az idézet, amiről itt beszél. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Amikor tudakozódik Rebeka Jahuánál, és azt pedig elmondja neki, hogy két né hogy ikrei vannak tulajdonképpen. Ez az, ami 1 Mózes 25-ben lezajlik. Erre utal Saul rómaiakhoz írt levelének 9. fejezetében, és a 11-es vers 12-esben. 14. Mit mondunk tehát, vajon nem igazságtalanság é Elohimtől? Távol legyen? Hogy igazságtalan-e az, hogy kiválasztotta az egyiket? Hogyan lehetne ez igazságtalanság? Ki fog derülni, hogy miért? Mert Mosának ezt mondja. Könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ez pedig 2. Mózes 33, 19-es vers így szól. És mondja Jahua, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted Jahua nevét. És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, kinek kegyelmezek. Ezt idézi itt Saul. A lényeges másik dolog azonban az, hogy aki azt gondolja, hogy ez itt Jahua járkál a földön, maga az atya, az elfelejtette azt, hogy azt mondja, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt megy el, és kiáltom előtted Jahua nevét. Azaz nem ő van itt, hanem az ő dicsősége az, ami elmegy, és az fogja majd Jahua nevét megmutatni. Könyörül, akin könyörül, kegyelmez, akinek kegyelmez. Az ő döntése. 16-os versben tovább folytatja Saul, annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Elohimé. Ő az, aki kiválasztja azt, akinek kegyelmez. Ő dönti el, mert azt mondja az írás Fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Ezt azoknak ajánlom figyelmébe, akik azt mondják, hogy a név nem fontos. Nem, hogy a név nem fontos, hanem az egyik legfontosabb az egész írás során. Ezért akarja az ellenség, hogy az emberiség azt gondolja, hogy a név nem fontos. Hívhatjuk Istennek, Úrnak, Jézusnak, mindenféle pogány dolgoknak. Azonban ő nem ezt mondja. Azért támasztotta Fáraót, hogy megmutassa benne a hatalmát, és hogy hirdessék az ő nevét az egész földön. Hogy lehetne az ő nevét hirdetni, ha úgy hívjuk, hogy Úr, ami azt jelenti héberül, hogy Beál. Semot 9-es fejezet, 16-os vers. Ám de azért tartottalak fent téged, ezt ugye Fáraónak mondja, hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Ezt idézi Saul. 18. Annak okáért, aki akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ugye a megkeményít, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mit jelent ez pontosan. Azonban látjuk azt, hogy Jahua az, aki eldönti mindenkinek a sorsát, hiszen ő az, aki teremtette azt a világot, amiben élünk. Misli, példabeszélek 16.4-es, erről tanúskodik, mindent teremtett Jahua, az ő maga céljára, mindennel megvan a célja, az igaztalant is a büntetésnek napjára. Mindenkit ő teremtett, mindenkinek megvan a maga feladata. Ez a szó megkeményít, itt a görög kifejezés. Mely egy ige, és általában azt jelenti, hogy megkeményít, és szó szerint megkeményít, metaforikus értelemben azonban makacs lesz, és olyan értelemben megkeményíti. A Strong's definíciója az pedig megedzeni valamit, vagy pedig megkeményíteni valamit. Ha a Thayer's lexikont megnézzük, akkor látjuk azt, hogy valamit megkeményíteni, makacsá tenni, megedzeni valamit. Ilyen értelemben használja ezt a szót. Ha még egyel lejjebb ásunk, akkor megtaláljuk a Strong's G 4642 Scleras melléknevet, melynek jelentése az, hogy kemény, vagy pedig tüzes, olyan értelemben, mint hogy kemény, durva, ellenálló, vagy pedig merev valami
és ha emberekről van szó, akkor valaki, aki durva, vagy pedig kemény. Ha dolgokról, akkor pedig erőszakos, durva, vagy pedig agresszív, támadó jellegű, vagy pedig türelmetlen. Ez a kifejezés. És a Thayer's Lexicon szintén így használja, mint valami, vagy valaki, aki durva, vagy pedig merev, megedződött. Úgyhogy látjuk azt, hogy nem azt jelenti, hogy Yahuwah az, aki ezeket az embereket így alakítja. Mindjárt megnézzük, hogy az Ószövetségben, a Tanakhban hogyan használja, azonban itt is ebből is kiderül, hogy itt arról van szó, hogy amennyiben az ember megmakacsolja magát, akkor a Teremtő úgy van vele, hogy jól van, ha így, akkor csináld úgy, ahogy akarod, és ezt erősíti meg az emberben. Azonban az ember döntése az, hogy hogyan áll a Teremtőhöz, ugyanúgy, ahogy Fáraónak megvolt a lehetősége arra, hogy másként viselkedjen, és elengedje őket, de nem engedte el, és minél több csapást bocsátott rá, annál inkább megkeményítette a szívét, megedzette a szívét, durvább lett a szíve, megmakacsolta magát. Yahuwah pedig ebben segítette, ebben bátorította. Bizonyára emlékszik mindenki arra a jelenetre, ugye ez második Mózes Semot, mikor azt mondja Yahuwah Mósának, Mózesnek, hogy megkeményítem Fáraó szívét. Ez a kifejezés, mikor ezt használja, hogy megkeményíti. Strong's H, 7185. Kasha. Kasha. Kasha, melynek jelentése megkeményíteni, vagy pedig merevvé tenni valamit. Ez maga egy szótő, és ige a szófaja annyit tesz, mint hogy valami megkeményedik, vagy súlyos lesz, vagy pedig tüzes, úgymond, vagy pedig durva, és vagy nehéz, nehézkes, súlyos, így használja az írás elsősorban. Ezen kívül használja úgy is, hogyha valamit rosszul kezelünk, vagy pedig keményre vasalva valami. Ugyanúgy, ahogyan a kemény fizikai munka, vagy pedig a nő esetében a szülési fájdalma. Valami, ami nehézzé lett téve, vagy nehézzé tenni valamit, megnehezíteni valamit, súlyossá tenni, valamit nehézkessé tenni, vagy pedig az igát megnehezíteni valakinek, merevvé tenni valamit, makacsá tenni, megmakacsolni, illetve valaki, aki ezeket a tulajdonságokat mutatja, a Strong's definíciója, kasá szónak pedig megkeményíteni valamit, keményé vagy súlyossá tenni, ellenállóvá, kegyetlenné, súlyossá, vagy pedig fájdalmassá, merevvéten. A Héber káldeusi lexikon ugyanezt a szót megkeményíteni, vagy nehézzé tenni, megnehezíteni valamit. Úgy, mint a büntetés rá nehezedik valakire. De nehézzé, vagy pedig keményé tenni valamit, szintén ez a szó. Amennyiben megnézzük ennek a megkeményít szónak a piktografikus részét, akkor ugye van egy kuf, egy sin és egy hey. A kuf maga a nap a horizont vonalon, és fényt jelent, vagy időt, időszakot, és valamint a körforgását a dolgoknak, a sin az a két első fogat reprezentálja, és vágni, szúrni, vagy pedig összepréselni valamit, vagy elpusztítani valamit, míg a hey pedig az embert ábrázolja, ahogyan a két keze az ég felé van tartva, és ez annyit tesz, mint hogy feltárni valamit, vagy pedig egy jelenés, illetve látni, vagy pedig tanúskodni. Úgyhogy ha összetesszük a hármat, akkor látjuk azt, hogy a fény, vagyis az időszak az tanúskodik a pusztításról, vagy felfedi a pusztítást, hiszen amennyiben az ember megkeményíti a szívét, illetve makacs lesz, vagyis ellenáll a Teremtőnek, akkor az előbb-utóbb a pusztításba, pusztulásba fog vezetni, ahogyan ennek Fáraó volt egy nagyszerű példája.
Ez nem azt jelenti még egyszer, hogy Yahuwah az, aki az embereket irányítja és azzal szórakozik, hogy a pusztításba vezeti. Egész egyszerűen azt jelenti, amit az ember választ, abban fogja őt megerősíteni. Amennyiben az ő útján jár, akkor a Ruach HaKodesh, a Szentlélek vezetni fogja, hogy közelebb kerüljön hozzá, amennyiben az ember ellenáll, és nem hajlandó ezen az úton járni, akkor pedig abban az úton, azon az úton fogja erősíteni, amelyiken elindul. Így az engedelmes és az alázatos az, aki eljut hozzá a végén. Ezért mondja azt ugye Jakusa, a megváltó, hogy keskeny az út és szűk a kapu, hiszen aki nem alázatos és engedelmes, az el fog tévedni, hiszen azt abban az úton, útban fogja erősíteni és segíteni. 19. Mondod azért nékem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellen? Ugye ez a kérdés pontosan, miért engem hibáztat, hiszen ki tud ellenállni az ő akaratának? Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz Elohimmel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincsen-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némely pedig becstelenségre csináljon? Ő az, aki eldönti, hogy kivel mi a célja. Az ember egyet tehet, engedelmes és alázatos, és reméli, hogy ő majd a jó útra fog kerülni. Azonban az edény nem tudja azt mondani a fazekasnak, hogy miért csináltál engem, vagy miért csináltál engem ilyenre. Az a fazekasnak a döntése, hogy mihez kezd azzal, amit készít. Hogyan is mondhatna bármit az ember, hiszen ezt az egész rendszert Jahuwah teremtette 1 Mózes Perasít második fejezetben. Pontosan leírja azt, amiért Saul Pál fazekasról beszél, és ahhoz hasonlítja, hiszen 6. vers így szól, pára szállt vala fel a földről, és megnedvesíti a föld színét. Azaz ugye, ahogyan a pára nedvessé teszi a földet, ez az, ami történt, és formálta vala Jahuwah Elohim az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. Azaz ő volt az, aki mint egy fazekas formálta az embert a föld porából, azért, mert ő így döntött. Nem azért, mert Ádám azt akarta, hogy ő életre keljen, hanem egész egyszerűen Jahuwah az, aki ezt eldönti. Ha már alázatnál és engedelmességnél tartunk, Jesajáhu Ézsaiás 64-es fejezet, 7-es vers, nagyszerű tanúbizonság erre. Most pedig, Jahuwah, atyánk vagy te, mi sár vagyunk, te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk, mi minnyája. Ugyanerről ír 29-es fejezetben, mi együgyűek vagytok, avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány a csinálójának. Nem csinált engem. És az alkotmány ezt mondja alkotójának, értelmetlen. Erről beszél Saul ugyanitt, mint amit Jesiahu állít, hogy hogyan is mondhatná maga a teremtmény a teremtőjének, hogy miért csináltál engem, vagy miért csináltál engem ilyenre, vagy nem csináltál engem, vagy értelmetlen az, amit csináltál, amit mellesleg rengetegen tesznek manapság. Mellesleg Jeremiás 18-as fejezetben is olvashatunk erről, és szól a Jahuwah nékem, azaz ez Jahuwah szava, amit elárult ugye Jeremiáhunak. Vajon nem cselekedtem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja Jahuwah, ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Azaz, most már leszűkíti a kört arra, hogy őket teremtette szintén, és az ő kezében vannak. Későbbiekben leírja azt, hogy a gonosz, aki gonosz cselekszik, azt megbünteti, aki pedig a jót, azt pedig felemeli. Erre figyelmezteti őket Saul is ezzel, hiszen ezek az emberek ismerték az írásokat, nem úgy, mint manapság a legtöbben, akik azt mondják, hogy ez Ótestamentum, nekünk ezt nem kell tudni, ez már régi, nekünk az új szövetség vonatkozik ránk, stb. Stb. Amennyiben ismeri az ember ezeket, akkor tudja, hogy miért ír úgy, ahogy ír Saul. És miért van az, hogy már mennyi idézetet találtunk csak ebben a fejezetben, abból a Tanákból vagy Ószövetségből, amit a legtöbben már egyáltalán nem akarnak használni. 22. Ha pedig Elohim az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánván, ez ugye például Fáraó, mikor mondta, hogy azért
hoztalak létre tulajdonképpen, hogy megismertessem a hatalmam és a nevem, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készítette, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát, az irgalom edényeit, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Ő az, aki türelemmel nézi a gonoszt, hogy megmutassa az ő hatalmát és az ő nevét, és ő az, aki ugyanezt teszi azokkal, akit irgalomra teremtett, akit az ő dicsőségére teremtett, hogy ezáltal elhíresztelje. Mind a kettő az ő dicsőségét fogja elterjeszteni, és az ő nevét a földön. A fáraót azért, mert őt ugye például, amikor a tengerrel elpusztította az egész hadseregét, az is az ő dicsőségét hirdeti, ugyanúgy, ahogy azok, akik úgy élnek, ahogyan ő azt mondta, ezáltal világosságot visznek a világba. Mind a kettő az ő dicsőségét hirdeti. Teljesen mindegy, hogy az ember mennyire lázad, így is, úgy is, Jahua nevét és az ő dicsőségét fogja hirdetni. Mit is szólhat ez ellen az ember? Ő az, aki teremtett, ő az, aki eldönti, hogy mihez kezd az emberrel. 24. Aki kül el is hívott minket, nem csak a jahudim, a zsidók, hanem a pogányok közül is. Amint Hóseásnál mondja, pogányok itt Izrael elveszett bárányaira vonatkozik az északi királyságra, ezért említi Hóseást. Hívom a nem én népemet, én népemnek, és a nem szeretetted, szeretetnek. Azért mondja, hogy Hóseásnál, hogy az ember aztán elmenjen Hóseáshoz, és megnézze, és elolvassa, és rájöjjön arra, hogy ez nem mindenféle pogányokra vonatkozik, akik természetesen részesei lehetnek ennek, amennyiben úgy élnek, hanem elsősorban az északi királyságra vonatkozik. Ezért érdemes megnézni Hosea, második fejezet 23-as, én pedig újra megszaporítom népemet, ahogy gazda beveti a földet. Megkegyelmezek annak, akit így hívtak egykor nincs kegyelem, Jezreel, és annak, akit így neveztek nem vagytok népem, Loami, azt mondom nekik, népem vagytok, szeretett népem, ő meg így fele Elohim, én hatalmasságom. Ez az, amiről beszél, ezt írja Hósás, aki nem volt a népe, az maga Izrael, akitől elvált, honnan tudjuk, onnan, ez pedig Hosea első fejezetből kiderül, amikor is így ír és mondálja, hogy nevezd őt Loaminak, mert ti nem vagytok az én népem, és én nem leszek a tiétek. Hívom a nem én népemet én népemnek, ugye itt mondja nekik azt, hogy nem vagytok a népem, és én nem leszek a tiétek. De mégis annyi lesz az Izrael vagy Izrael fiainak száma, mint a tengerfövenye, amit ígért Ábrahámnak, Jákobnak és Izsáknak, amely meg nem méretetetik és meg nem számláltathatik. És lészen, hogy ahol az mondatot nékik, nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik az élő Elohimnek fiai, ez Izraelnek a népnek szól. Erről beszél itt, következő versben. És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatot nékik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Elohim fiainak fognak hívatni. Ez pedig Hóseás az Izrael fiaira mondja itt ugyanezt az idézetet. Tehát itt is a pogányok arra vonatkozik, akik pogányként éltek Izrael házából. Természetesen a többi ember is részese lehet a szövetségnek, amennyiben úgy él, azonban elsősorban itt nem arról van szó. 27-es, Jesiahu, Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael, Izrael felől. Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg. Csak egy része lesz az, aki elfogadja ezt a szövetséget, ugyanúgy, ahogy a többi nemzetből csak egy része lesz az, hiszen a legtöbben ilyen vagy olyan módon kifogásokat találnak és fognak találni. Mert a dolgot bevégzi és rövidre metsz igazságban, mivel rövidesen végezi a hua a földön. Ez ha akkor úgy gondolta Saul, hogy rövidesen végez, akkor mit mondana most? Még most van idő az embernek arra, hogy megtérjen. A megtérés nem azt jelenti, hogy mondogatja, vagy gondolgatja, azt jelenti, hogy az ember úgy él, és úgy cselekszik, ahogyan azt a teremtő meghagyta. És amint Jesiahu Ézsaiás előre megmondotta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nékünk magot,
olyanokká lettünk volna, mint Sodoma és Gomoráz volnánk hasonló. Amennyiben Jahua nem gondoskodott volna arról, hogy mindig legyen egy csoport ember, aki próbálkozik így élni, akkor már az egész világ egy nagy fertő lenne, mint ahogyan az is. És ez pedig ugye arról beszélt, hogy nem hagyott volna nékünk magot, és az kihangsúlyozta ugye korábban, hogy ő a testnek fiai azokról beszél, akik a test szerint az ő atya fiai. És ez azt jelenti, hogy még most is a végén is azokról beszél. Ugye az én atyám fiaiért, akik rokonaim a test szerint. Ugyanerre utal vissza most is. Ha nem hagyott volna nekik lehetőséget, illetve nem hagyott volna egy magot, akkor mára az egész, illetve az ő korára az egész Izrael elkorcsosult volna, ahogyan az egész föld elkorcsosult mára. Azonban mindig volt egy mennyiségű ember, aki hajlandó volt ezen az úton járni. 30-as vers. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, ez ugye a pogányként élők összessége, akik az igazságot nem követték, hiszen ők pogányként éltek, mindenki, aki nem követi az igazságot, az pogány. Tetszik vagy sem, a magyar nép ugyanúgy az összes többi pogány. Nem feltétlenül negatív, egész egyszerűen csak ezt az életformát választották. Aki nem követi az igazságot, az mind pogány. És ez az, amit az írás mond. Mi az igazság? Tehelim 119, 30-as az igazság útját választotta. Ugye, akik nem követték az igazságot, azok nem az igazság útján járnak. A te ítéleteid, a te bizonyságaid, a te parancsolataid, te rendeléseid és a te törvényeid. Ez az igazság útja. Aki nem így él, az pogány. Azonban az igazságot ők elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Azonban hittek a teremtőben, hittek a megváltóban, ezért ők elhitték, és így megnyerték az igazságot. Hiszen aki hisz, az utána már úgy fog élni. Ez a hit, ami cselekedetekben nyilvánul meg, Jakab második fejezet. Izrael és el ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Ez a lényeg, ezt mondja ő mind végig. Nem arról beszél, hogy nem kell úgy élni, nem arról beszél, hogy eltörli a törvényt, vagy úgy élünk, ahogy akarunk. Arról beszél, hogy az, aki hitből cselekszi, az ugyanúgy eljut oda, illetve hogy pontosabban az jut el oda, hiszen a hit fontosabb, mint a cselekedetek. Azonban mind a kettő együtt fogja az ember csak eljutatni a királyságba. A hit előbb kell, hogy jöjjön, illetve a hit fontosabb, hiszen Elohimet csak úgy lehet megközelíteni, ha az ember hiszi, hogy ő van, és jutalmazza azt, aki őt keresi. Ez pedig a Vrízs zsidókhoz 11-es fejezetben van leírva, hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, Elohim létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezért mondja azt, hogy a hitből elnyerték az igazságot. Izrael azonban csak csinálta ezt, nem hitből, hanem csak egyszerűen robotként csinálta a törvényeket, és úgy próbált eljutni, mert beleütköztek a beleütközés kövébe. Ki az Jahusa HaMashiach? Így folytatódik 32-es vers, mert beleütköztek a beleütközés kövébe, amint megvan írva. Íme beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Erről a hitről beszél. Teljesen mindegy, hogy az ember zsidó, pogány, Izrael vagy sem. A lényeg az, hogy hisz abban, amit Jahusa HaMashiach tett. Hiszen ha hisz benne, akkor hiszi azt, hogy őt Elohim küldte azért, hogy megmutassa az utat, ami a királyságba vezet, és hogy mindannyiunknak áldozat legyen a bűnért. Aki ezt elhiszi, onnantól kezdve képes lesz járni az utat. És képes lesz járni azon az uton. Azért beleütközés köve, mert rengetegen nem hisznek egyrészt benne, és rengetegen nem hisznek az atyában,
csak Jézusban, úgymond, mint Istenben hisznek. Ezért beleütközés köve. De erről beszél 1. Korintusi 1.23. Mi azonban egyedül a másiákot hirdetjük, akit keresztre feszítve megöltek. Ezen azonban a zsidók megütköznek, ugye ez lesz az a beleütközés köve. A nem zsidók pedig fel sem tudják fogni, hanem értelmetlenségnek tartják. Ezért ő a beleütközés köve. Aki hisz benne, az nem szégyenül meg. A Yahudim, a nép, az megütközött benne, hiszen ők csak a törvényeket akarták követni cselekedetekből. Azonban, aki pedig nem volt zsidó, az meg fogalma sem volt, hogy miről van szó. Ezért volt ő ez a megütközés köve. Yahushua HaMashiach. Jeremiahu így ír a 6. fejezetben. Ezért azt mondja az örökkévaló Yahuwah. Ugye érdekes az, hogy az easy to read úgy említi, mint Yahuwah, nem úgy, mint az Úr. Nézzétek, akadályokat helyezek a nép elé, amelyben megbotlanak apa és fia, szomszéd és barátja, mindannyian elvesznek. Az akadály pedig ez volt a későbbiekben Yahushua HaMashiach, a beleütközés köve, a megbotránkozás sziklája. Erről beszél Jeremiás, Saul később erről ír, így ír Ézsaiás. A seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek, és őt rettegétek, és ő néktek szent hely lészen, amennyiben az ember hisz, és úgy él, ahogy anyja hú azt mondja, de megütközés köve, és botránkozás sziklája Izrael és Israel két házának, stőr és háló Jeruzsálem lakosainak, és megütköznek köztük sokan, és elesnek, és összetöretnek, törbeesnek, és megfogatnak. Hiszen nem hisznek benne, és nem hitből cselekszik azt, amit ő parancsolt nekik, hanem úgy, mint egy robot. Egyrészt ma az emberek egy része így csinálja, a másik része, a nagyobbik többsége, pedig csak mondogatja, hogy ő hisz, de nem csinál semmit. Ezért írja azt, hogy értelmetlenség az emberek nagy részének. Fel sem tudják fogni, hogy miről van szó. Csak mondogatják, hogy ők hisznek. Azonban ez már meg volt jövendőlve réges-régen, hogy el fog jönni a megváltó, akit a legtöbben nem fognak megérteni. 1. Péter, Kefa, 2. fejezet, 8-as vers így szó, akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ugye visszamegyünk oda, a fazekas és az edény, hiszen pontosan erről volt szó, valaki erre rendeltetett, valaki arra rendeltetett. Az, aki megütközik az igében, ami ugye eljött, mint ember, Yahushua HaMashiach, az emberek ebben ütköznek meg, engedetlenek, nem akarják követni azt az utat. A másik része pedig nem hisz, és nem úgy cselekszik. Minden esetre látjuk azt ezekből a versekből, hogy amiről itt ír Saul, a beleütközés köve, megbotránkozás sziklája az Yahushua HaMashiach. Ezt erősíti meg a korintusi levélben, a zsidók, ugye a Yahudim megütközik, aki nem zsidó, az meg nem érti, hogy mi az, amit tennie kéne, hogyan is működik a hit, csak hisz. Jeremiás megjövendölte ezt réges-rég, hogy akadályokat helyez Yahuwah a nép elé, azért, mert a szívét akarja tesztelni, hogy hol van az ember szíve. Ézsaiás szintén erről beszélt, hogy el fog jönni ez a megütközés köve és a botránkozás sziklája, amelyen mind a két ház el fog bukni. Sokan megütköznek, és elesnek, és összetöretnek. Mert nem értik, vagy nem akarják elfogadni. Ugyanúgy, ahogy 1. Péter, aki engedetlen, az megütközik az igében. Mint ahogy ma a legtöbb ember nem hajlandó elfogadni azt, hogy az írás az, ami tartalmazza számunkra azt az információt, mellyel eljuthatunk a királyságba. Azonban ők erre rendeltettek, akik nem hajlandók ezt elfogadni, akárcsak Saul mondja, a fazekas dönti el, hogy mit csinál az edényt, mire rendeli. Így szól Rómaiakhoz 9-es fejezet. Remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!
Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!